Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az ECIGI tesztek. Ebben a cikk sorozatban igyekszem különös figyelmet fordítani a leszokásban gondolkozók segítésén, illetve a családtagjaik informálásán, akik maguk ugyan nem dohányoznak, de szeretnék meglepni szeretteiket egy egészségesebb alternatívájával a dohányzásnak. Mindemellett pedig ebben az új sorozatban olyan termékeket fogok bemutatni, amelyek rendelkeznek a Magyar Villanypára Egyesület jóváhagyásával és ajánlásával a kezdő elektromos cigarettázók számára. Nézzük akkor, milyen termékekről van szó. Első példányunk a Favorit Shoptól kaptuk, nézzük meg közelebbről. A Bóge készlet különféle kiépítésben vásárolható meg, ezek a következőek. Nézzük akkor innen. Ez a dobozban található, ez a blisteres verzió. Ebben megtalálunk egy USB-s töltőt, magát az akkumulátort, ez volna az, és három darab patront, ezeket kartomizereknek hívjuk, ezekbe a patronokba fogjuk később beletölteni az ízesített likvidünket. A következő az ez a compact kit, ezt direkt nem bontottam még ki, hogy lássátok, hogy én is most találkozom vele először, minthogyha egy újonc lennék, és itt vannak a külön megvásárolható kis kartomizerek, amelyek 2,8 ohm ellenállással rendelkeznek. Menjünk akkor sorjában szépen. Kibontjuk először a dobozt, mert nekem ehhez van most kedvem. Itt van maga az USB töltő ebben is. Ahogy látjátok, ez egy nem menettel, hanem egy műanyag csatlakozóval rajta két érintkezővel rendelkező töltési lehetőséggel bír. Itt félre is teszem. Következő, ami a dobozban van. Kettő darab akkumulátor. És ha jól megnézzük, akkor pont olyan a csatlakozója, mint ennek, tehát így tudjuk tölteni. Megkeressük ezt a pontot, egy negyedet fordítunk rajta, és így ebben az állapotában behelyezzük a számítógépünknek az USB ajzatába, és akkor itt a végén ez a lámpa vagy LED, most nem tudom hirtelen, elkezd pislákolni, és tudjuk, hogy tölt az aksi. Ezt pedig föl is rakom tölteni. Oké. Nézzük a magát a patront, amit majd feltöltünk folyadékkal. Két kis szilikon sapka van a két-két végén, ezzel védik a portól, piszoktól. Az egyik vége az pontosan olyan, mint a töltő maga, a másik végén pedig egy kis szilikon dugó található, a közepén egy lyukkal, amin keresztül fogjuk szívni a párát. Ennek a töltését majd egy kicsit később. És van itt egy doboz, amiben, hát ez most nem akar egy oldalról kijönni, további plusz patronok találhatóak, így tudjuk az ízeket váltogatni menet közben, vagy ha elhasználódott a patronunk, akkor kicserélni. A készlet tartalmazza még egyébként
attól függően, hogy milyen készletet veszünk, mondjuk a screwless blister, tehát ennél a papír kartonos lefóliázott történetnél 2x5 ml likvidet, a compact kitnél az ez volna 2x10 ml likvidet, úgyhogy aki most ismerkedik, vagy azért vesszük neki, mert éppen a dohányzásról való leszokásban szeretnénk segíteni, egyből el is tudja kezdeni a pöfékelést. Nézzük, hogy kell tölteni. Én azt a módszert javaslom, többféleképpen tudjuk, én fölülről szeretem tölteni, ide ebbe a lyukba egy kis darab drótot, vagy bármi mást, amivel ki tudjuk piszkálni, bedugunk, és kihúzzuk. Ekkor látjuk meg a középső résznél a magát, a vívőanyagot. Ez volna ez a vatelin. Nem tudom, mennyire látszik. Ott középen a vatelin, és ahol átlátunk a lyukon, ott van lent, körülbelül ebben a magasságban a vatelinben egy kis drót ellenállás húzal, és annak a két pontja van ide kivezetve, és a rajta áthaladó áram hatására fog ez itt felizzani, és a körülötte levő folyadékot elpárologtatni. Nos, a töltése mi sem egyszerűbb ennél, ezt félreteszem. Most ez egy bahreini alma éppen, vagy aranyalma, ki hogy szereti, hogy hívják. Ezt lecsavarjuk, és fogjuk azt a kis szilikon kupakot, ami ennek a végén volt, és körülbelül félig megtöltjük ezt a szilikon sapkát. Ha így nem megy, mert nagyon lassú, azt is lehet, hogy levesszük a tetejét, és úgy folyatjuk bele. Én most egy fecskendőt fogok segítségül hívni. És körülbelül, ahogy mondtam az előbb is, félig megtöltöm. Ott van benne a folyadék. És fogjuk, és a szilikon kupakot visszahelyezzük ide. És szépen lassan elkezdjük visszatolni rá. Úgy. Visszatoltuk, én egy kicsit hagyom így pihenni. Addig megnézzük az akkumulátorunkat. Lehúzom a gépről, ennyi talán már elég is neki. És egy felet fordítok rajta, kihúzom belőle. Miután vártunk pár percet, 2-3 perc elég neki, ezt a kis szilikon sapkát óvatosan lehúzzuk. És hogy a középen levő kis légjáratot megtisztítsuk, ezt megtörölgetem egy picit, hogy be tudjam venni a számba. Itt alul befogjuk, illetve megcsippentjük egy kis papírdarabbal, és ezen a részen finoman, nem erősen, óvatosan addig fújjuk, amíg hallunk egy pici szörcsögést, vagy bugyborékolást, és amint ez megszűnt, az azt jelenti, hogy ez a légjárat középen az kitisztult, és ennyi. Nézzük! Ki is fújtam, nem volt benne sok.
Ha ezzel kész vagyunk, akkor fogjuk és ezt a végét szépen megtöröljük itt a csatlakozónál. Egy kis papírtörlővel még egyszer megtöröljük a tetejét. Visszahelyezzük ezt a kis szilikondugót a végére, és azt az aksit, amit az előbb töltöttünk, azt a megfelelő pozícióban, amit nem nehéz megtalálni, mert ha nem jó helyen rakjuk rá, akkor nem tudjuk összetolni, egy picit fordítunk rajta, összepattan, és még egy negyed tekerés. Ezzel az akkumulátorral tulajdonképp semmi más teendőnk nincs, nincsen rajta gomb, ez egy vákumkapcsolós elven működő akkumulátor, itt egy nagyon pici lukat lehet látni, ami, hogyha itt a nyomáskülönbséget érzékelve elkezd izzítani, akkor ő adja át a megfelelő energiát a patron felé az izzításhoz. Nézzük meg, van-e füstje. Van füstje. Nézzük meg élesben, hogy muzsikál. Az előbb megtöltöttük a patronunkat, az akkumulátorunk fel van töltve, nézzük, hogy milyen füstöt ad, és beszélgessünk róla kicsit, hogy kinek jó, mire lehet egy ilyet használni. Amint látjátok, nagyon hasonlít az analóg cigarettához. A végén ez a kis LED a vákuum kapcsoló hatására egy visszajelzést is ad nekünk, hogy működik, izzít. Pici a kezünkben, majdnem úgy tudjuk tartani, mint egy hagyományos cigarettát. A füstje is mennyiségben ahhoz hasonlít leginkább. Vatelines patronnal nincsen gond egyébként. Ez az a patron, ami gyakorlatilag semmi törődés, gondozás nem igényel, nagyon igénytelen. Teljesen mindegy neki, hogy melegben, hidegben vagyunk, vagy melegből hidegbe, vagy fordítva megyünk. Nem folyik meg, mert szépen úgy képzeljétek el, mint egy szivacsot, mint egy vattát körbeöleli a tankpalástot belülről és a fűtőszálat, és tartja a folyadékot, a likvidet magában. Ez nem folyik meg, tehát ezzel nincsen gond. A méretéből adódóan, ugye ez ilyen 1-1,5 milliliter, inkább 1,5 millilitert foglal magába a likvidből. Azt tudnám mondani, hogy egy olyan, akik ilyen 5-10 szálat szívtak naponta, kocadohányosok, azoknak ez nagyon jó választás lehet a elektromos cigaretta világába belépve, kipróbálni, milyen érzés, bejön-e egyáltalán az embernek. Aki nincs tisztában azzal, hogy mi ez a 1,5 milliliter, az úgy tudja elképzelni, hogy ha azt vesszük alapul, hogy egy hagyományos analóg cigarettából, ha szívunk, akkor körülbelül ilyen 10-12-15 slukkot tudunk szívni egy ilyen hosszúságú normál cigarettából, akkor ebből körülbelül ilyen 15 cigarettányinak megfelelő mennyiséget tudunk szívni, ezért is mondtam, hogy ez a kocadohányosoknak, aki mondjuk 10 szálat szív egy nap, annak ez a patron egy töltéssel akár egész nap is jó lehet. Arra viszont figyelni kell, hogy ez az akkumulátor ugye nem olyan teljesítményű, ami mondjuk kibír egy komplett napot velünk, úgyhogy jó, hogyha a másik, amit a készletben mellékelnek,
Addig, amíg ezt szívjuk, addig az töltőnk van, és fordítva. A szívással sincs gond a kezdőknél, nem kell gombot nyomogatni, egyszerű megszokni, ugyanúgy szívja az ember és ízzik, mint a hagyományos cigarettánál. A töltése, mert hogy ugye ez nem olyan, hogy egyszer szívom és aztán ezt a kis patront eldobom. Ezek újra hasznosítható patronok, hogyha kifogyott belőle, akkor a videó elején bemutatott módon csak a kupakot levesszük a végéről. A metódus ugyanaz, mint a legelső töltésnél, nem kell várni annyi időt vele, mint az elején. Ez körülbelül így olyan 6-8-10 töltést tud, újra töltést tud elviselni, úgyhogy ha már azt érezzük, hogy fárad az íze, tehát nem érezzük azt az ízt, mint az elején, vagy a füstje kezd csökkenni, akkor van az, hogy eljött az a pillanat, hogy meg kell szabadulnunk a régi patrontól, és akkor kicseréljük egy új patronra, és szívjuk ugyanúgy tovább. Ahogy kezdi a vatelin szépen megszívni magát a folyadékkal, egyre intenzívebb lesz a kezdeti gőzhöz képest a füst, igen, a beidegződés a gőznek a mennyisége. Látjátok, nem is olyan bonyolult. Ha az átálló, vagy az, aki az elektromos cigarettával szemező emberke keres egy olyan alternatívát, ami fillérekből, a hagyományos cigarettához képest fillérekből megoldható, akkor ez egy nagyon jó alternatíva lehet neki. Ennek jelen pillanatban 240-250 forint darabja egy ilyennek, és amit az előbb mondtam, tehát ez kb. 6-szor lehet újra tölteni. Az azt jelenti, hogy 6-szor 15 szál cigaretta kerül nekünk 250 forintba, plusz az a mennyiségű folyadék, amit beletöltünk, de az nem számottevő. A pozitív és negatív véleményeket ennél a videónál is megejtem, hogy hát ha ezzel is tudok nektek segíteni. Kezdjük a negatívval. Mindenképpen előre kell gondolkoznunk, és a két akkumulátort ki kell használnunk, tehát amíg az egyiket szívjuk, addig a másikat töltőre kell helyeznünk, hogy biztosan ne érjen minket olyan baleset, hogy lemerül az egyik, és a másik még nincs föltöltve, és ezért nem tudunk mit szívni. A másik, ami hátrány lehet, az a patronnak a befogadó képessége, amit mondtam, ez ilyen 1,5 milliliter, de annak, aki tényleg hobbi dohányosként vagy kocadohányosként használta a hagyományos cigit, annak ez nem fog hátrányként fellépni. Pozitívumokat is említsek akkor. Pozitívum, hogy nagyon hasonlít az analógra, tehát hozza ugyanazt az érzést, mint a dohány. A cigaretta forma segít az átszokásban. Nincs vele gond a kezdőknek, hogy mit kell nyomni, hol kell nyomni, meddig kell nyomni. Egyszerűen, mikor érzi az ember, hogy az íz egy picit kezd megkopni, vagy a füst kezd fogyni, akkor a patront csak újra kell tölteni, vagy egy már feltöltött patront kicserélni, és folytatjuk tovább a gőzölést.
Látjátok, nem is olyan nehéz, csak el kell határozni magatokat. Ez az elektromos cigaretta. Rendelkezik a Magyar Villanypára Egyesület ajánlásával. Ők bátran ajánlják nektek, én is azt mondom, ha elhatároztátok magatokat a lépésre, nyugodtan tegyétek meg. Az analóg megöl, ez nem. Próbáljátok ki. Jó gőzölgést. Sziasztok!